Petám, mutasson meg négy technikát, jó? Először te mutatnál meg egyet. Melyik legyen? Kezdjük az egyhangú skálával? Az egyhangú skálával, igen. Igen, meg a kvintkör. A kvintkört ismered? Kvintkört? Az kvintkört, igen. Az így igen. Néz ki, hogy kell egy ilyen, és ez ilyen jobbkezes technika. Kurva nagy. Na mutasd, mit tudsz? Én azt mutatnám, hogy hogy lehet spórolni a bal kéz játékon. Állati. Ez igen? Nem nehéz? De még van egy ilyen vibrátó gyakorlat. Ja, de ezt hogy csinálod? Ezt bármelyik ujjammal tudom, mert úgyis a jobb kezemmel csinálod, látod így? Nagyon durva. Utána most jövök én. Ez most örülök, hogy neked is tudok valami újat mutatni, és most sípos Peti. Újat mutatni? Újat. Most jövök Peti. Hogy hogyan kell elmismásolni, hogy egyáltalán nem tudsz gitározni. Nézzük. Sokkal hangosabban kell énekelni, mint ahogy gitár. Néha furcsa hangulatban az utcát járok egymagamban, nincsen semmi esse kedvem, érzem azt, hogy nincs ezen. Így, bár tudnám, hova megyek, hova megyek. És Endre mondja a tutit. Na jó, hát figyeljetek, majd csinál meg ilyen oktató videót. Oktató videót. Endrém. Endrém. A végtelen rém. Itt a rém vége, Endrém.